A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a kezdőkör nézőit és hallgatóit. Ez itt a Fehérvár Média Centrum sportos kibeszélő műsora, amelynek az előző adásában hát meglehetősen nagy időterjedelemben beszélgettünk ugye az év sportolója választásról, annak minden felkavart érzelmi hullámáról, szakmai észrevételeiről, illetve szóba került ugye még Kenan Kodró kapcsán a Vidi és a Fradi speciális kapcsolata, és az, hogy hogy alakul itt most a fehérvári jövőkép. Így aztán, mivel ez a két téma elvitte az adást, egyéb csapatokról nem beszélhettünk, például a jégkorongozókról, de talán jobb is, hogy így alakult, hiszen a múlt héten még arról kellett volna beszélni a Hidrofehérvár AV19 kapcsán, hogy hát egy komoly gödörbe lépett először a szezonban a csapat, mert bár a játék nem volt sokkal rosszabb, ha egyáltalán rosszabb volt, mint a szezon előző időszakában, ahol sorra nyerte a meccseket a Volán, de valahogy úgy jött ki, hogy öt vereség is zsinórban ugye következett egymás után. Most viszont akkor velük kezdjük, és az az örömteli helyzet van, hogy nem vereségekről kell beszélni, sőt, ugye az elmúlt hétvégén 2-ből 2 meccset nyert meg a csapat, nem is akármilyen meccseket, nem is akármilyen ellenfelekkel, úgyhogy ilyen szempontból most tényleg egy pozitív témával kezdhetjük a mai adást, mégpedig vendégeinkkel, akik ebben a mai műsorban Mátai Balázs, a Média 24 és az FMC szerzője, szerkesztője, immár visszatérő szakértőnk Farkas Szilárd, Fehérvár Média Centrum szerkesztője, műsorvezetője, és Beke Zsombor, a FEOL sportrovatának újságírója, akinek egyébként hát a jégkorong amúgy is ugye a szívügye, és nyilván óriási öröm volt neked is, meg mindenkinek, aki a fehérvári hokinak szurkol, hogy a Red Bull Salzburgot gyakorlatilag 2 év óta, azt nem számoltam meg, hogy hány mérkőzés óta, de ebbe ugye bajnoki döntő, meg negyed döntő is beletartozik sok meccses párharccal, nem sikerült legyőzni, sőt, igazából még egy döntetlen sem nagyon sikerült összehozni, talán a bajnoki döntőben volt utoljára hirtelen halálos mérkőzés, és voltak ezek közt elég sima vereségek, tehát már-már az lehetett az ember érzése, hogy ebben az amúgy roppant kiegyensúlyozott ligában egy igazi mumusra akadt a Volán. Na most aztán ez a rossz sorozat megszakadt, akkor, amikor épp a csapat volt egyébként egy rossz sorozatban, hiszen 5 vereség után játszott a Salzburggal. Gondolom, hogy emocionálisan, érzelmileg azért ez mindig egy különleges szituáció a bikákkal játszani. Ez már abból az időből datálódik, amikor egyébként még jóval nagyobb szakadék volt a két csapat között. Hát anyagilag most sincs kicsi persze, de ez az idény bebizonyítja, hogy tényleg bárkinek ellenfele lehet a Volán. Gondolom ennek megfelelően azért fergeteges hangulat és öröm volt, hogy épp a Salzburg ellen szakadt meg a rossz sorozat. Te jól emlékszem, 14 meccse ez sorozat szakadt meg a bikák ellen, ami hát így kimondani is szörnyű, meg hát valószínűleg nem is volt más ellen ilyen negatív sorozat az egész ebben, illetve most már Ice League-nek a története során a Fehérvárnak. Hát nem is, tényleg itt az a durva, hogy volt bajnoki döntő, rájátszásos párharc, és mondjuk ezeknek a 80-70%-a nem is ilyen sok gólos vereség, hanem 1-2 gólos történet volt, ami talán a legbosszantóbb. Hát nagyon sokból váltott ki érzemek. Az egyik törzsszurkoló elsírta magát a mérkőzés után, mert ugye nagyon érdekes volt, pont azt a címet is adtam a beharangozónak, annak a mérkőzésnek, hogy mikor, ha nem most. Mert tényleg az volt az ember érzése, hogy egy ilyen negatív szériában van a csapat amúgy is a ligában, pont jön a Salzburg, hát akkor mikor, ha nem most szakadhatna meg, hiszen azért a Volán osztrák ligás történetében rengeteg ilyenre volt példa, hogy egy negatív sorozat pont az egyik legnagyobb ellenfél ellen szakad meg. Bécsben nyerünk, amikor senki nem számít rá, meg amikor senki, soha nem nyertünk Bécsben, vagy hasonlók, és tényleg ez most olyan érzése volt az embernek, hogy ha ez a sorozat most megszakad, akkor az a Salzburg ellen fog. És hát tényleg olyan játékot mutatott be a csapat, amit mondjuk az elmúlt 5-8 fordulóban nem annyira láttunk. Mindenki ott volt fejbe, 100%-osan pörögtek a lábak. Másnapi mérkőzésen kicsit látszódott is, hogy sokat kivett az együttesből az a nagy győzelem, de azt is sikerült ugye azért behúzni küzdve, harcolva.
kevés kapura lövéssel, de pont a Dudu mondta a kis Dávid a mérkőzés után, hogy ez is emelkedő tendenciát mutatott a Pusztertán ellen a csapat. Először 4-et lőttünk kapura, majd 5-öt, és a harmadik harmadban 6-ot. Szóval az tényleg adta a küzdés volt, de hát a jó csapatok ismérve, hogy ha nem megy úgy, akkor is nyernek valahogy. Éppen a Pusztertál edzője nyilatkozta a mérkőzés után. Egyébként ezekre az edzői nyilatkozatokra, meg meccs utáni nyilatkozatokra még ki akarok térni. Ő mondta, hogy a Volán pont úgy játszik, mint azok a nagy csapatok, amelyek megnyerik azokat a meccseket, és így maradnak a tabella élén, amelyeken egyébként nem feltétlenül ők a jobbak, de ennek a tudománya, hogy megnyerni az ilyen meccseket, ez ugye egy nagyon különleges pszichológiai dolog. Én azért azt gondolom, hogy a Salzburg legyőzése ebben nagyon benne lehetett, hiszen nyilván az önbizalom, a mentalitás az teljesen rendben volt. Igen, így a mérföldkövekre gondolva annak idején emlékszem, óriási dolog volt, mikor Klagenfurtban nyert először a Volán. Az volt ugye a legtovább bevehetetlen vár a számunkra. Most már jó néhány éve annak is, sőt azóta nem is egyszer sikerült nyerni Klagenfurtban. Ez a szezon most megint egy kicsit pont felemeli ezt a régi várat, mert ugye a Klagenfurt lett így az, akit nem sikerül legyőzni egyelőre. Most már ott is 5 vagy 6 meccses a vereség széria, úgyhogy... Igen, reméljük, de hát hogy a következő áldozat majd ők lesznek. Hát ugye ez a két csapat, a Klagenfurt és az Salzburg úgy kiemelkedni tűnik az idei mezőnyből, a Fehérvárral együtt tegyük hozzá, mert itt ez a három csapat elszakadt rendesen a többitől. Mit üzenhet egy ilyen Salzburg elleni győzelem most, függetlenül attól egyébként, hogy maga a játék is nagyon jó volt, meg nagyon nagy hangulat, meg történelmileg is sokat jelent a legyőzésük. Szerintem, ha vannak meccsek, ebben az elképesztő hosszú folyamban, amelyek azért úgy kiemelkednek abból a szempontból, hogy a nézőknek, a játékosoknak, a csapatnak is többet adnak, és lehet jelentősége ez a későbbiekre, akkor ez például egy ilyen meccs volt. Gát biztos, hogy átszakadt a csapatban. Abban a tekintetben, hogy hát jó Isten, itt már 2 éve, tényleg februárban lesz 2 év egészen pontosan, 14 meccsen keresztül nem tudunk valakit megverni. És úgy, hogy játszottunk velük nagyon-nagyon sok szoros meccset, ugye rájátszásban nem is egyszer hosszabbításos meccset, de hát azért nem adnak pontot, legalábbis a rájátszásos szakaszba, playoffba tök mindegy, hogy kapsz ki, ha hosszabbításban épp egy üszűnyi csúszik át a gólvonalon a korong, akkor is az ellenfél nyert, és pont nincs érte. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon kellett ez a győzelem, és a lehető legjobbkor, amikor mélyen volt a csapat, most látszik, hogy el is indult mindjárt rögtön a Pusztertárt, fáradtan is meg tudta verni, ami azért ők sem egy gyurka csapat, hurka csapat, hiszen azért nagyon sok jó játékosuk van, és a szezont egyébként parádésen kezdték, és aztán kicsit leültek. Ide 4 győzelemből jöttek. Így van, tehát én azt gondolom, hogy most ha volt is bármilyen probléma vagy gát, az most átszakadt, vagy kevesebb önbizalom abban az időszakban, amikor nem ment a csapatnak, akkor azt gondolom, hogy minden a PH helyreállt rendesen, és most lehet menni hasítani, és én azt gondolom, hogy a mezőnynek is azt üzente ez, hogy gyerekek, vigyázzunk, ez a Volán tényleg nem véletlenül van ott az elején. Kár, hogy most lecsúsztunk így az elsőről a harmadik helyig, de mögöttünk már szakadék van. Azt gondolom, hogy én legalábbis a magam részéről, és a szurkolók nagy része nyilván ugyanígy van ezzel, már csalódottak lennénk, ha nem lenne ott a csapat az első háromban az alapszakasz végén. Ugye a közhelyes szalagcímeket dürögtatva talán átléptük a saját árnyékunkat, vagy most mi voltunk a mumusnak a mumusa tulajdonképpen. Ugye sok szempontból meg lehet ezt világítani, ugye negatív szériából érkeztünk, 5 meccses vereség sorozat után találkoztunk az Salzburggal. Vannak olyan profik, hogy ugye nem azt nézték, hogy jaj, hát most a Volán 5 meccse már nem találja meg önmagát, ezért most nincsenek annyira ott a szeren, jó van, majd legyőzzük őket, mindegy. Nyilván nem így jöttek ide, de egy nagyon picit ez is közrejátszhatott abban, hogy most el tudtuk őket kapni. És az, hogy legyőztük őket, az tényleg azt mutatja, azt bizonyítja, hogy nagyon kiegyensúlyozott a mezőny és a Pusztertál, ugye szintén 4 mérkőzéses, most már 5 mérkőzéses vereségsorozatban van, és ők is ott vannak a mezőny elején, szóval itt még ismét akkor lezárnám egy frázissal, hogy bármi lehet. Azt nem tudom, hogy valójában azt ki lehet-e jelenteni, hogy ki kellett kászálódni a gödörből, vagy át kellett lépnie valami árnyékot a Volánnak, mert való igaz, hogy 5 mérkőzésen át nem nyert a csapat, ugye ebben is volt azért pontszerzés, tehát döntetlennel záruló rendes játékidő, de hogyha az egész idényt nézzük most, hogy már az utolsó köre kezdődik az alapszakasznak, ez nem kevés meccs, és ha valamit azért, az biztosan kijelenthetjük, hogy ez a csapat nem rossz, ez a csapat nem véletlenül nyert eddig ennyi meccset, nem egy jó kifutott szériája volt, mint korábban néhányszor, nem jöttek zsinórban vereségek, tehát hogy
Azért én szerintem a játékosokban is az az önbizalom, ami egy ilyen helyzet kezeléséhez kell, az vereségek ide vagy oda megvolt. A másik, itt beszéltük pont Zsombival, hogy jó játékokat láttunk korábban, tehát a vesztes meccseken is előfordult, például a Bolzano ellen, amely szintén egy nagyon erős ellenfél, hogy egy harmad nem sikerült, de volt olyan meccs, amin talán jobban játszott a csapat, mint most, amikor a Pusztert állt, legyőzte ebben a vereség sorozatban. Igen, és az volt talán most a legfontosabb, hogy nem látszódott pánik. Tehát én kimentem, ugye most ez a kemény hét előtt állt ugye a volán, ugye Bolzano, Salzburg, Pusztertál volt a sorrend, és én ott előtte való hétvégén mentem ki a Kis Dáviddal egy interjút csinálni az újságba, és ott sem láttam rá a Dudun, hogy most pánik lenne, vagy a játékosokon se, hogy most úristen, öt meccset buktunk, és most ilyen három nehéz ellenfél, mi lesz, ebből 8-as széria lesz. De ezt nem láttad, azt láttuk, hogy az látszódott, hogy kaptak egy nap pihenőt, vagy kettőt, azt hiszem itt a nagy sorozat előtt, és mindenki feltöltődve jött vissza, pont a vezetőedző emelte ki, 2 órával a jeges edzés kezdet előtt már mindenki ott volt az öltözőbe szinte, és mondta, hogy ez nagyon pozitív, mert tényleg látszik, hogy akkor kipihenték magukat, jönnek és csinálják, és ugye ez a Bolzano ellen még nem jött ki a lépés, mert megint az utolsó harmadban elcsúszott a dolog, de a Salzburg ellen meg végre kijött, és végre úgy jött ki, hogy tényleg ott is, pedig ott is bepánikolhattak volna, mert ugye az utolsó harmadot úgy kezdtük, hogy rögtön egy kettős ember hátrány, kiütöttük a korongot leadásul 2-szer egymás után. Tehát egy kettős hátrányba kaptunk is egy gólt, ugye 2-1 lett, és ott azért szerintem sok csapatnak hasonló szituációban megremegett volna a keze. És a volánnak nem remegett meg, és szerintem az volt ott a sorsdöntő, hogy lőttek egyet rá, meg ugye végén a Mihály Ákos pedig egy üres kapussal biztosította a dolgot. A végjáték helyreállt a volánnál, mondjuk így, mert igen. Ugye a hétből, én nem az öt vereséget, hanem azt néztem, hogy 7-ből 6-ot vesztettünk el, és az egy győzelem is egy ilyen hosszabbításos volt. Tehát az a 7 meccs már nem volt teljesen rendben, és abból a 7 meccsből tényleg azon kívül, hogy egyet behúztunk hosszabbításban, a többi meccs mind vagy hosszabbításban, vagy az utolsó percekben ment el. Hát egy a Ljubljana elleni volt kivétel, ami meg azért furcsa, mert ugye igen. Nem gondolnánk, hogy pont a Ljubljana simázza le a volán, de az meg az egy meccs volt, ami valóban becsúszik. Igen, de az, hogy most ők faragtak rá arra, hogy levitték a kapust, nem mi. Akármi történt a végén, mindig mi jöttünk bele ki rosszul. Ha mi vittük le kapust, akkor mi kaptunk üres kapusgólt. Ha az ellenfél hozta le a sajátját és próbált úgy egyenlíteni, nekik sikerült. Tehát ez lélektelenek tényleg frusztráló, nagyon frusztráló lehet, ez teljesen egyértelmű. És most sikerült a Salzburg ellen ezt a dolgot, amikor tényleg nagyon nyomtak, nagyon jöttek. Benne volt, hogy ja Istenem, megint ugyanaz lesz, mint az előző 14 meccsből 10-szer, hogy bepasszírozzák az egyenlítő gólt az utolsó percekben, és a hosszabbítást meg behúzzák. Hát most nem sikerült. Hasonló jutott eszembe nekem is, mint amit a Zsombi mondott, hogy tehát nem látszik a pánik, nyugalom van. Tehát ugye az 5 mérkőzés után, amikor ideértünk Salzburgra, akkor nem lett volna gond az se, hogyha kikapunk, mert mindenki azt mondja, hogy hát igen, azért a Salzburgtól ki lehet kapni, de nem így volt. Lement az az 5 rossz meccs, jött egy nagyon jó ellenfél, talán a legjobb ellenfél ugye a ligába, és teljesen nyugodtan továbbment a csapat, és kihozta magából, amit lehetett, és most ez lett belőle ez a 2 győzelem. Ja, nagyon érdekes tényleg, hogyha folyamatában nézzük a mérkőzéseket, bár most nincs előttem a statisztika, de hogy egy olyan meccset nyert meg a Salzburg elleni diadal másnapján a volán, amire azt gondolnánk, hogyha a 2 meccsnek cím nélkül nézzük a statisztikáját, talán arra tippelnénk, hogy a Pusztertál elleni statisztika az, amit inkább egy Salzburg ellen vártunk volna. 38 lövést kellett védenie ugye a Fehérvár kapusának, Roának, mindegyiket ki is védte, tehát ugye shootouttal zárt, ami egy külön támasz, és nyilván erre lehet alapozni egy akár minimális győzelmet. Miközben az Salzburg ellen pedig egyenlő ellenfélként gyakorlatilag egy folyamatos oda-vissza ment. Nem volt az, hogy nagyon beszorult volna a csapat, vagy nagyon azt éreztük volna, hogy hát itt most ezt ki kell húzni. Amiből én arra következtetek, hogy ez a csapat nagyon jól reagál a különböző szituációkra. Biztos benne volt mindenkiben az előző meccs fáradtsága, ugyanúgy, ahogy persze a katarzis is, amit a végén átéltünk, de beleálltak melózni a következőbe egy olyan ellenféllel szemben, amely lehet, hogy nem Salzburg erősségű, de azért rendesen oda nyomta a csapatot a kapujához. Igen, mert a Pusztertál nagyon jó támadásban, tehát a védekezésben ott nagyon át tudnak billenni, de hogy nagyon jó offenzívával rendelkeznek, és ugye a 6-ba vágynak, tehát azt hiszem nincsenek a legjobb 6-ba, ugye, ami biztos rájátszás jelent. Ezért is volt szerintem még nehezebb talán az a találkozó, mert egy olyan ellenfél jött, akinek minden pontra tényleg égetően szüksége van, nem olyan régen edzőt is cseréltek,
már nem jöttek úgy az eredmények, tehát minden pontra égető szükségük van, és hát az látszódott, hogy a támadásban nagyon jók, de Roa mindkét mérkőzésen mondhatjuk, hogy hozta a szokásos évvégi jó formát, vagy szezonvégi formát, mert nem mindig megfigyelhető. A szezon első felében vannak ugyan kiugró mérkőzései, de hogy egy ilyen jó átlagot hoz maximum, de a kiugró teljesítmények mindig az utolsó, a szezon utolsó harmadában jönnek nála, és úgy tűnik, hogy beindult ez a szekér ismét. Hát reméljük, hogy így is marad, mert azért a nagy dolgok még majd ugye ezután történnek. Nem tudom, szoktátok-e nézni ezeket a mérkőzés utáni interjúkat, amiket azon melegében gyakorlatilag ugye a Liga TV-jének kötelessége is adni minden edzőnek, tehát itt nincs sumákolás, nincs kedvem nyilatkozni, menjen ki helyettem valaki más, vagy én most nem állok rendelkezésre, és ez tök jó. És ami nagyon feltűnik, nem csak a fehérvári, hanem az ellenfelek vezetőedzőjének és játékosainak az értékelésében, hogy itt valami elképesztő realitásérzékkel és higgadtsággal tudnak beszélni. Én ezt nagyon irigylem, így kicsit így a magyar sportban szerzett saját tapasztalataim alapján, de ugyanezt elmondhatom egyébként, már ott azért vannak érdekességek, amikor a Premier League-ben egy edzőnek oda kell állnia, ott általában békén hagyják, tehát mondjuk két kérdéssel láthatóan füstölgő fejű edzőt nem provokálják, de hogy olyan nyugodtan már egy kicsit az egész meccset átlátva és reálisan értékelnek, akár olyan mérkőzéseken is, amikor a szurkolók legszívesebben bírót vernének, vagy összeesküvéseket emlegetnek, vagy hát kellően indulatosak, ami számomra roppant imponáló, nem tudom, hogy ez ilyen általános hokis jelensége, de például Kis Dávidot, vagy akármelyik magyar játékost élmény hallgatni egy-egy ilyen meccs utáni beszélgetésben. Na, teljesen nyugodtan, higgadtan nyilatkozik. Őszinte sportág a hoki, ezt szoktam mondani, amikor erről beszélgetünk baráti körben, és az edzők is őszinték, ami nem baj. És tényleg higgadtan elmondja a meccs után, hogy hát ez most egy olyan meccs volt, ami nem jött össze. Próbálkoztunk, hátul, előtt elmondja azért a taktikai összefüggéseket, hogy mi volt a rossz, mi volt a kevésbé. Ez a lényeg, bocsáss meg, hogy konkrétumokat hallok, tehát nem igen. Csak ezeket az általános lózungokat, hogy pontosan. Jól kezdtünk, nem sikerült, sajnáljuk legközelebb. Meg egész héten milyen jó dolgoztak a fiúk, de a meccsen nem jött ki, te vagy én, nem is látunk feltétlenül lát a pályán, mert nem értünk annyira hozzá, vagy nyilván nem vagyunk annyira benne, de hogy itt elhangzanak konkrétumok, hogy akár a koronkihozatal, akár a semleges harmadban a védekezés, akár a letámadás gyengesége, vagy a fegyelmezetlenségek az emberelőnyöknél. Tehát olyan konkrétumok hangzanak el, amiket nyilván azért sokkal részletesebben megbeszélnek utána a csapattal, de mégis a néző, a szurkoló számára is ad egy támpontot, hogy most, ami itt történt, az nem véletlenül történt, hogy mindennek oka volt, és ha egy góllal is dől el egy meccs, annak is meg volt az oka. Hát nem, de ez tényleg egy érdekes összefüggés, amit most említettél, főleg az Ice-ba, de az Erste Ligában is megfigyelhető, bár ott azért bírozni sokkal jobban szeretnek az edzők, meg kicsit túl őszintén nyilatkozni, de hogy talán ez az miatt lehet, hogy néző barátabbá tegyék a jégkorongot, mert hogy azért, aki mondjuk először kijön egy mérkőzésre, azért nem olyan bonyolult a jégkorong, de van 3-4-5 olyan fő szabály, amit azért meg kell érteni. Nekem is annó 10 évvel ezelőtt eltett egy hónap, mire minden szabály megvolt, hogy mi, miért, merre, hogyan. És talán ez ebből a szempontból is jobb, hogy nem ez a szokásos sumákolós duma megy a jégkorongedzőknél, hanem egy picit belemennek a részletekbe, hogy a szurkoló értse meg, hogy mondjuk oké, hogy a Jubjan ellen, vagy a Bolzano ellen például a Volán nem játszott olyan jól, de hogy elmondta a Dudu, hogy betartották a játéktervet, de nem jött ki a lépés. Tehát, hogy érzékeljék, hogy amúgy nem... nem szarták le már, bocsánat, a játékosok, hanem tényleg tartották magunkat a tervhez, csak nem sikerült. Tehát, hogy szerintem ebből a szempontból ez nagyon jó. És egy kicsit most akkor szakmailag is tudok csatolni, mert ugye sokszor járok én is ki interjúzni, most is Gál Péter Pál elnök úrral beszéltem, egy kicsit máshol talán majd megemlítjük, de elmenni interjúzni egy hoki csapathoz, egy játékoshoz, egy edzőhöz, vagy egy klubelnökhöz, teljesen más mondjuk, mint én fociban is benne voltam egy kicsit, tehát teljesen más közegbe érkezik meg az ember, teljesen nagy az őszinteség, hatalmas nyugalom van,
és jókedvűen nyilatkoznak, illetve reálisan nyilatkoznak, nyugodtan nyilatkoznak, még akár egy-egy vereség után is szívesen látnak. Tehát ez tényleg, ahogy mondjátok, talán egy kicsit bonyolultabb sportág, mint a foci, talán ebből is adódik, de szerintem tényleg jó érzésekkel megy oda az ember. Nagyon-nagyon érdemes elolvasni, vagy meghallgatni olyan embereket, akik például az amerikai sportok világában otthon vannak. Olvastam annak idején egy rendkívül érdekes, izgalmas, jó kis interjú például Budai Zoltánnal, aki az amerikai futballnak a legnagyobb magyar szakértője, és ő ugye maga az NFL világában rettentően benne van, és például abban, hogy a sajtóval ott milyen módon tartják a kapcsolatot, a legalapabb alapvetésnek tartva, hogy a sajtóra szüksége van a sportágnak. Ha a magyar focit mondod, az egy szerintem borzalmas rossz kivétel, és valahogy ezt mintha nem látnák át, a futballban menekülni szokás a sajtó elől, ne kérdezzetek, nem mondok olyat, mit fogsz kérdezni, erről inkább ne beszéljünk, mindannyiunknak vannak ilyen tapasztalatai. Most az egy dolog, hogy én még nosztalgiázok arról, meg Balázs is biztos emlékszik, amikor egy meccs után bementük az öltöző folyosóra, és az egyszer törölközőbe flangáló játékosokhoz még az öltözőbe is be lehetett menni. Oké, ez ne legyen, ez nem profi, ma már sajtófőnök van, sajtószoba van, szigorú keretek vannak, de akkor legalább lehessen kérdezni, és hangozzon el valami érdemi. És ott, ahol felismerik, hogy a sajtó mennyire fontos az üzlet szempontjából, hogy ezeknek a játékosoknak meg kell jelenniük, hogy a kluboknak, a márkának, az egész sportág brandjének jelen kell lenni, ott igenis kiszolgálják. Én magam voltam NBA mérkőzésen, ahol újságíróként akreditálva, ahol a meccs után azonnal bemehetsz az öltözőbe, azonnal a játékosok jönnek egyszer semmiben a zuhany alól, de hogyha azt mondod, hogy üljön be az öltöző boxába, akkor ott válaszol. Erre van, nem tudom én, egy 10-15 perc, majd utána át kell sétálni a sajtószobába, ahol pedig megvárják, amíg már a holt elegáns öltönybe öltözött játékos jön, és szintén válaszol a kérdésekre. Mert mindenki tudja, hogy arra, hogy ez megtörténjen, a sportágnak van szüksége. És valahogy ez szivárog át szerintem a jégkorongba, itt Magyarországon is, hogy tudják, hogy ez nem egy, tehát nem azért van, mert Farkas Szilárd olyan szívesen beszélget a kis Dáviddal, hanem azért, mert a kis Dávid a Hidrofehérvár AV19 és az Ice League egyik képviselőjeként el kell, hogy mondja ezeket a dolgokat, hogy a nézők, a szurkolók tájékoztatva legyenek. És valahogy ezt a profizmust vélem ebbe felfedezni. De hogyha már említetted a magyar bajnokságot, az Erste Ligát, ott valóban, mintha még visszaköszönnének ilyen régi beidegződések, és mindjárt át akarok kötni erre, de még egy kérdés akkor a Voláról, hogy valójában akkor most miben reménykedhetünk, most már szerintem reménynél jóval többről beszélhetünk. A Klagenfurt egyelőre egy megugarhatatlan létsz a csapatnak, lesz még rá egy lehetőség ugye ebben a körben, hogy esetleg velük is valami kis kellemetlenséget okozzunk, vagy nekik. De összességében nézve ez a harmadik hely, ez úgy tűnik nekem, hogy ez minimálisan tartható, ami egy ellenfél választó rájátszás pozíciót jelentene, amire még nem volt példa a Volán történelmében. Én is azt gondolom, hogy ez a legfontosabb cél, hogy az, hogy tartsuk meg a harmadik helyet, oké, szép és jó, de azért tartsuk meg, mert akkor végre mi is legalább két verzió közül választhatunk egy valakit. Tehát nem az van, hogy negyedik, és akkor neked ez marad, hanem van választási lehetőség. Hogy minket ne akarjanak. Tehát eddig azért mindig az volt, hogy lehetünk mi akár hatodikak is. Úgy az volt a vele, az Salzburg alig várta. Salzburg, a Bécs nagyon szeret. A Bécs is. Ha most már nem biztos, hogy a Bécs annyira szeretne minket választani. Főleg, hogy utolsók, majdnem. Úgyhogy nem leszek abban a helyzetben. Náluk nem lesz reális, azt hiszem, ez a történet, bár lehet, hogy még azért a végén fel fognak tudni jönni a mostani rendszer alapján, nem elképzelhetetlen, de kemény csata lesz. Én azt gondolom, hogy tényleg ezt a harmadik helyet most már innen, ahol most van a csapat, bár még az egyharmada hátra van az alapszakasznak, de illik megtartani, meg kell tartani, mondjuk ki, és aztán ebbe benne van akár ez, mondjuk a második vagy az első hely is, bár az csoda lenne, ha Klagenfurt olyan szinten, illetve Salzburg is zuhanna meg pont a hajrára, mert ők pont nem kell a végére szoktak nagyon jók lenni. Nincs nagy különbség. Tehát de nincs, így van. Tehát hogy azért tényleg legyen meg a választási lehetőség, aztán tényleg itt 3-2-1, teljesen mindegy. Tudjunk mi választani egyszer, ez lélektanilag is fontos szerintem. Hát abból a szempontból titkon én reménykedek egy második helybe, hogy azt hiszem az BL-t érne, az, ha jól tudom. Az meg a másik. Igen. Az új aréna kapcsán nem lenne rossz azért egy BL-el nyitni.
De hát, ha megnyerjük a bajnokságot is, mehetünk a bajnokok ligájába, szóval ez is elképzelhető. De tény, ez az első három, ez úgy tűnik, hogy talán még reális is, hogy itt maradjon a Volán. Ugye még van a Volánnak 10, a legtöbbnek 11 mérkőzése vissza, szóval azért még 30 pont gyűjthető, ami rengeteg, de reméljük, hogy ez a két győzelem visszatéríti oda a csapatot, hogy ilyen hosszabb vereségi szériák nem lesznek. De szépen fognak velekedni ott a legjobb hatba kerüléssel is, azért sűrűsödik a mezőny. Pusztertál, Innsbruck, a Bolzano, és ugye most azért a nagy szériájából egy kicsit visszább esett, és ott azért 3-4 csapat lesz komolyan, amelyik azért fog egymással nagyon verekedni, és ott egymással is játszani többször, a sorsolást így nézegetve, hogy ott azért lesznek a középház tájékán olyan nagy meccsek, amik egymás ellen lesznek, és nem a Volánt érintik majd. Tehát a Volán szépen csipegeti a maga meccsein a pontokat, mögötte elverekednek a többiek, én szerintem ez a harmadik, ez tényleg minimum reális. Meglátjuk, az biztos, hogy a csarnok az most már szűkös, tehát amíg így megy a csapatnak, hallom, tehát az állóhelyen meg, vagy az ülőhelyre szóló bérlet tulajdonosokat meg kell kérni, hogy álljanak föl, hogy még két ember elférjen egy helyen. Ami persze felveti azt a kérdést, itt Bauer Tibivel tegnap erről beszélgettünk, és tudom, és kijelentették, és nyilván így is lesz, hogy ebben a szezonban semmiképp nem megy át a csodálatos új létesítménybe a csapat, ez sportszakmailag sem valószínűleg, hogy szerencsés lenne. Az egyetlen szempont, ami felmerül szerintem, hogy itt most olyan érdeklődés lesz, hogyha valamikor lehetne nem csak hogy teltházas, meg nem csak hogy gálaszerű, hanem iszonyat komoly tétmeccsen teltházzal indítani egy új csarnokban, az mondjuk egy playoff, nem beszélve egy bajnoki döntőről lenne. Hát nem tudom, hogy adott esetben ez szóba kerül-e majd, de ugye most az a realitás, hogy itt a Raktár utcában fejezi be ezt a szezont a csapat. Egyelőre még az engedélyeztetések folynak, tehát ha akarnának, igen, még van ennek hivatalos, igen, lesz ennek még nyilván hivatalos útja, módja. Kicsit a fiatalokra térve, ha már itt van Zsombi, akinek azért nyilván erre is van rálátás, ugye a FEA 19 is játsza közben a maga mérkőzéseit. Nyilván ott annak örülünk, hogy most például Dunaújváros ellen, meg időnként egy-egy bravúr kiszalad az erősebb csapatok ellen. Itt alapvetően olyan fiatalokról beszélünk, akiknek a felnőtt hokiba szokása a célja ennek a csapatnak. De volt egy olyan nyilatkozat nemrég ugye Bogdanovtól, hogy az ő idejében lehet, hogy más volt a hoki, de neki egy kicsit durva, hogy mondjuk 3 játékosa maradott egy meccsen sérüléssel a pályán, amivel arra célzott, és akkor itt ezekre a nyilatkozatokra visszatérve, hogy hát talán túlzottan kemények vagy durvák időnként az ellenfelek. Nem tudom, hogy ezek a fiatalok könnyebben törnek-e, vagy nekik még be kell törniük, de ezek szerint a magyar hokinak valahogy megmaradt ez a jellegzetessége, mert mondjuk ilyeneket azért az EBL-ben, illetve az Ice League-ben nem nagyon hallunk. Ez nyilván nem véletlenül tiltottak el a Fladiból 3 játékost a Kiskolán elleni meccs után. Igen, abban a Bogdanovnak mindenképpen igaza van, hogy az annyira érezhető, ami szerintem az ő szempontjából felháborító jogosan, hogy mindenki az, hogy mekkora férfi, azt a 20 évesek ellen akarja megmutatni. Pont a Fradi ellen az egyik esetet visszanéztem, ahol a Bogesicset ütközték le talán. A korong már nem volt ott, tehát már régen elütötték a pakkot, és akkor ment oda a Fradi is, és könyökkel oda ütött egyet fejre. Tehát, hogy ezek olyan szinten érthetetlen megmozdulások, hogy ez még azt mondom, hogy egy amatőr bajnokságba is megkergetnék utána, mert hogy ez nem fér bele. Felnőtt szinten, első osztályú szinten meg főleg nem férnek bele. Csak ilyenek. A Volán az a csapat, aki ellen ezt meg lehet csinálni, mert fiatalok vannak a jégben, mert nem tudom, hogy például Csíkszeredában neki áll-e keménykedni valaki. Hát ott lehet, hogy elrendezik utána, ha keménykedik, de hogy az a baj, hogy idei szezonban azért jó néhány eltiltás, tehát hetente jönnek ugye a hírek, hogy ilyen-olyan eltiltások vannak. Nyilván ilyen rosszul sikerült ütközések benne vannak, csak amikor tényleg egy mérkőzés után nagyjából 10 mesnyi eltiltást kaptak a Fradi játékosok, ott azért az elgondolkodtat, hogy miért a fiatalok ellen akarja megmutatni, hogy ő mekkora férfi, vagy hogy ő a jobb. Hát persze, hogy ő a jobb, tehát hogy ez egyértelmű, és nagyon látszódik ez. Azért ennek olyan történelmi hagyományai vannak, most eszembe jut, és ezt megint Balázs fogja tudni az életkoránál fogva felidézni, vagy megemlíteni, amikor ugye Kercsó Árpád a dunaújvárosi fiatalokkal, Ladányival, Tokaival, Széliggel csinált egy kis hoki forradalmat Magyarországon, és hirtelen berobbantak az ősi bajnoki címbirtokló Ferencváros Újpest kis világába. Akkor volt egy olyan bajnoki döntő még a régi Budapest sportcsarnokban, ahol Farkas Caja ennek a Fradinak és a régi magyar jégkorongnak az emblematikus figurája, előtte így verbálisan
fenyegetőzött, hogy hát őt nem fogják ezek a kis nyikhajok körbekorcsolját, majd ő megmutatja, és akkor a meccsen volt egy olyan jelenet, amikor emelt bottal próbálta utolérni, vérbősző módon megsértődve, akkor már nagyon megverték a Fradit éppen a titánok, a fiatal dunajvárosiak. És hát volt egy éres jelenet, hogy Caja az emelt botjával próbálta kergetni a dunajvárosiakat, nem sok eséllyel, de szóval ez egy jelképe lett akkor ott tulajdonképpen egy generációváltásnak. És hát azért nem jó, hogy ez idéződik fel akkor, amikor azt látjuk, hogy a fiatal játékosokat így testileg próbálják valahogy fenyíteni az idősebbek a pályán. De hát a nagy kérdés nyilván a FEHA 19 kapcsán, hogy ezek az ifjak mennyire állnak készen arra, hogy adott esetben tényleg a felnőtt hokinak is az erősségei legyenek. Nyilván a mezőny ereje és pont a korkülönbség miatt nem a helyezésből kell kiindulni, de úgy látjátok, hogy elég erőse ez a bázis. Nehéz kérdés, mert ha a tavalyi Erste Liga szezonhoz nézzük, akkor a mostani szezon harmadánál már több pontja volt a titánoknak, mint az előző egész alapszakaszban. Tehát ha ezt nézzük, akkor nyilván előrelépés történt. A másik szemszögből nézzük, hogy azért kimondatlanul, kimondva is mondták, rájátszásba akart jutni a FEHA 19, ugye azt még azért egy pár pontra van. Ami a fejlődést illeti, azért láthattuk, hogy a Falus Ádám, Csollák Márko, Ambrus Csongor szépen bemutatkoztak a nagy volánba, amikor ugye nagy sérülés hullám volt, és mindegyikük helyt állt. Tehát, hogy ebből a szempontból mindig szerintem onnan kerülhet neki két-három játékos, aki megvetheti akár a lábát a Hidrofehérvárba, de az, hogy mondjuk egy olyan meghatározó ember legyen, jöjjön ki, hogy mint annó volt az Erdély Csanád, aki akár rögtön második soros volt, akkor fölkerült a nagyokhoz, ahhoz még idő kell talán mindegyik játékosnak, de nyilván például a Falus vagy a Csollák esetében azt mondjuk, hogy a kevés a magyar hátvéd, úgy magyar jégkorong szintjén is, ez nekik meg még valamilyen szinten segítség is, hiszen előbb kaphatnak több jégidőt, amit több fejlődést hoz, és amiben pedig előreléphetnek, mert a Falus is 20-21 éves, szóval neki is még nagyon sok ideje. Főleg, hogyha az Atkinsonból meg csatát csinálnak, aki eredetileg védő, és akkor ott is van egy üresedés, elkezd elődösni a gólokat most, hogy előre vezényelték. Jó, hát biztos, hogy sokat fogunk még beszélgetni a hokisokról, remélhetőleg mind a két csapatról, és remélhetőleg csak ilyen örömteli hírek után, mint ami most volt. Most azonban az utolsó negyed órájára a műsornak váltsunk egy kicsit sportágat. Az előző adásból szintén kimaradt a kosárlabda, pedig hát a Hidro, bocsánat, most már váltanom kell tényleg. Tehát az Arkonik Alba Fehérvár is javában játssza a mérkőzéseit. Egy nagyon szoros és egy nagyon sima győzelem van a csapat mögött. Azt szeretném megkérdezni, hogy tudjátok-e, hogy amióta Zubiaga az edző, a Falkó elleni mérkőzéseket leszámítva hány veresége van a csapatnak. Ez egyébként tavaly február, tehát most egy éve lesz, hogy Alejandro Zubiaga átvette a csapatot. Szerintem nincs 10. Én 5-re tippelnék maximum. Maximum. 1. Tehát a Falkó, majdnem kimondtam, hogy egy, csak nem mertem. A Falkón kívül az az egy vereség, amit ebben a szezonban igen, a Debrecenben... Kívül. A Falkón kívül, így van. Így mondtam, igen, hogy a Falkón akkor kívül. Én nem figyeltem. Tehát, hogy a Debrecenben úgy kapott ki a csapat egy ponttal, hogy még az utolsó negyedben 10-zel vezetett, és most tényleg nem az ellenfelet lebecső, az egy elszórakozott meccs volt inkább, mint egy nagy bravúr az ellenféltől, persze az. Tehát, hogy gyakorlatilag amióta ez a Zubiaga éra zajlik, közben azért volt nagy játékos csere, hiszen az előző szezon állományát a mostanihoz nem lehet hasonlítani, főleg a magyar játékosok tekintetében. Úgyhogy én magam részéről azért megemelem a kalapom a katalán mester előtt is, meg persze a csapat előtt is, mert ebben az idényben ez a két vereség eddig, ebből mondom egy ilyen egypontos, szerintem minden elképzelés felülmúl, ráadásul az utolsó meccse tavaly ugye a Honvéd ellen egy kétpontos győzelem volt az Albának, ugyanezt történt a Szeged ellen itthon az első meccsén 2024-ben, mire mindenki, hát persze a szurkoló örökké elégedetlen is voltak, akik mondták, hogy hát ezt nem fogjuk mindig megúszni, meg nem kéne az idegekkel játszani. Erre most Oroszlányban oda tettek egy 20-ast úgy, hogy az utolsó negyedben még hátrányban volt amúgy a csapat. Tehát nekem nagyon úgy tűnik, és most ezt sem akarom elkiabálni, nyilván ebben a magyar mezőny általános ereje, meg az ellenfelek színvonala is benne van, hogy ezt az Albát sem tudja semmi meglepni most már ebben a mezőnyben és szezonban. Falkon kívül, úgy látszik. Hát a Falkon, az egy külön kép.
Ami Salzburg. Csak nagyon ismeri egymást a két csapat. Itt is van egy ellenfél, amelyet nagyon jó lenne, ha megverni. Hát ők a mumusunk, úgy van, de nem csak azért, mert őket valamiért nem tudjuk megverni, tehát semmilyen másik csapat nem lehetne mumus, ők azért a mumus, hát mert ők a legjobb. Erősebb az állományuk, a legjobb a magyar kosárlabda sportban, így van. Úgyhogy tényleg most megint csak azt lehet mondani, hogy tőlük nem szégyen kikapni, de azért őket is, az ő árnyékukat is át lehet lépni, illetve a sajátunkat is ő általuk. A brutális az előny ugye a második helyen, hiszen 5 meccsnyi előnyünk van a Szolnokkal és a Sopronnal szemben, akik hiszem 9. Hát plusz 5 meccs a mögöttünk lévő csapatokkal szemben minimum, plusz az egy Debrecen kivételével, akitől 1 pontot kikaptunk, mindegyiket legalább 20-szal vertük. Tehát itt ugye a pont egyenlőség esetén az egymás elleni eredmények mérleg számít. Mindent. Tehát én azt gondolom, hogy akár még egy győzelmet hozzá lehet rakni a valósan a különbséghez, mivel 20 pontokkal kellene kikapni ahhoz, hogy egyáltalán ott egymás ellenibe gyengébek legyünk. Én ezt jelen pillanatban elképzelhetetlennek tartom, de az se nagyon, hogy ez az ötveresség előnye eltűnjön az alapszakasz hátralévő részére. Persze elkiabálni semmit nem szeretnénk. Viszont hát ha most a szerencsét emlegetik sokan mondjuk egy-néhány meccs kapcsán, a kupa sorsolásnál meg rendesen elkerülte a csapatot, hiszen azt az egy ellenfelet kapta az Alba egyrészt, amelyik ellen nem játszott itthon. Ugye nagyon érdekes, majdnem azt mondom, hogy hülye a kiírás, de az a helyzet, hogy bajnoki helyezések alapján döntötték el, úgy, hogy ki játszhat az egymeccses párharcban otthon. Hát az az egy, aki az Alba előtt állt, és az meg a Falkó, amely ellen valóban egyik magyar csapatnak sincs a papírforma szerint esélye. Úgyhogy ez azért érdekes, mert korábban beszéltük, hogy ha a bajnoki döntőben nem is reális megverni háromszor a Falkót, főleg pályahátrányból, de hogy a magyar kupában egy meccse mindenkit el lehet kapni, és akkor ez a trófea, ez valahogy kézzel fogható közelségben van. Hát ehhez képest lehet, hogy megint a négyes döntőt is az Alba nélkül rendezik, mert el kellene menni Szombathelyen nyerni hozzá. Hát most kellene nyerni Szombathelyen, megmutatni, hogy akármennyire is okoskodtatok és raktátok úgy össze azt a sorsolást, persze nyilván nem így volt, de nem szándékosság vezérelte, de valahogy megint úgy jött ki, hogy Falkó és idegenben, hát akkor nincs más mese, meg akarjuk nyerni a kupát, akkor mindenkit meg kell verni, a Falkót is ott. És az egy jó előremutatás, iránymutatás lenne, és a Falkónál is egy kicsit talán zavart okozhatna a háttérben, ha sikerülne, hogy azért lehet, hogy a bajnoki szezon végéig is azért figyelni kell az Albára, és nem feltétlenül biztos, hogy mindig meg fogjuk tudni nyerni, verni az Albát. És azt gondolom, hogy tényleg ez a két csapat most nagyon kiemelkedik a mezőnyből. Nyilván a hosszabb kispadja, erősebb játékos állománya okán a Falkó egy picit pont ezzel az egy győzelemnyivel mondjuk így reálisan az Alba előtt van, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy például majd a második szakaszban most itt a bajnokság hajrájában itt Fehérváron meg lehet csípni a Falkót. Hát nyilván nem olyan nagy arányban fogjuk tudni megverni, mint ahogy kikaptunk ott sajnos, ezért valószínűleg ők nyerik az alapszakaszt és lesznek majd végig lépés előnybe, pálya előnybe a rájátszásban, de azt gondolom, hogy ez tényleg egy a tavalyihoz hasonló nagyon kiegyenlített bajnokság lehet. A kupát meg hát mikor? Mi most nyerjük meg a Szombathelyi meccset, és Zsombi egy cikket. Az mikor? Nem, most. Ez lesz legegyszerűbb, megírjuk a cikket, most. Győztünk, kész, tök jó. Ura. Horog Laci meg ne tudja. De egyébként teljesen jogos a felvetés, mikor, hanem most. Szombathelyen nagyon nehéz nyerni, de azért az Albának sikerült már egyszer-kétszer az elmúlt években. Tavaly bajnokságban is ott nyert. Bajnokságban is, sőt volt, hogy rájátszás párharcban is, még ha a végén ők is jöttek ki jobban belőle. És azért azt tegyük hozzá, hogy szerintem a Falkos emőrül ennek a sorsolásnak. Őnekik úgy is biztos volt, hogy otthon játszhatnak, hát akkor valószínűleg azért tudtak volna könnyebb ellenfelet is elképzelni. De hát úgy van ez, hogy előbb-utóbb mindenkit le kell győzni, ugye, ha kupát akarsz nyerni. Nagyon érdekes, mert tavaly ugyanez összejött. Akkor is a Falkót kapta az Alba, és el kellett menni hozzá, és miután egyébként az egy kifejezetten éles meccsen, hogy nyert a Falkó, után ő gyakorlatilag lépésben húzta be a kupát a maradék két meccsen. Szerintem ők most is erre készülnek. Hát igen, Szombathelyen sem biztos, hogy ahogy mondtad, örültek ennek a sorsolásnak, bár másik része meg nyilván úgy vannak vele, hogy Albát sikerül kiejteni, akkor félgőzzel is megnyerhetik a magyar kupát. Tényleg egy meccsen ott meg kell próbálni valahogy. A nyomás nem lesz az Albán szerintem, vagy legalábbis én úgy vélem, mert tényleg annyival erősebb a Falkó és hosszabb a kispadja, hogy itt csak a Falkó veszíthette ebbe a párharcba. Kicsit, bocsánat, még annyi csak, hogy egy kicsit más szemszögből megközelítve, ugye nem sokszor kapott ki a csapat mostanában, mondjuk, hogy csak a Falkótól igazából.
úgyhogy nincs nagyon összehasonlítási alap abból a szempontból, hogy vesztes mérkőzésből kiindulva és annak a tapasztalatait felhasználva lehetne nyerni, nyilván csak az ő mérkőzéseikkel kapcsolatban, de most egy kicsit vissza lehet kanyarodni ugye a nemzetközi meccsekhez, ahol azért nem szerepelt olyan jól a csapat, ott folyamatosak voltak szinte a vereségek, na most azokból a vereségekből a jobb csapatok ellen ki lehet indulni, hogy ott mit kellett volna máshogy csinálni, és azokat a tapasztalatokat esetleg itt előhozni. Igen, ahogy említettem, nyilván a magyar bajnokság általános színvonala, meg a többi csapat ereje azért benne van abban, hogy mondjuk két csapat ennyire ki tud emelkedni, azzal együtt, hogy elég homogén a mezőny ott mögöttünk. Én nekem olyan érzésem van egyébként a Szombathely kapcsán ebben a szezonban, talán még inkább, mint korábban, hogy összehasonlítva az Albával, és feltételezve és remélve, hogy mondjuk az Albában nem lesz sérülés a kulcsemberek között, de ha megnézzük, hogy a Fehérvárban milyen mutatókban, milyen teljesítményben, adott meccseken kik hogy teljesítek, akkor azt látjuk, hogy több olyan kulcsember van, aki nagyon extrát tud nyújtani. Ugye Vojvoda Dávidot, mint az egyetlen igazi magyar húzó embert nem kell bemutatni. Van egy elképesztő lepattanó királyunk, aki dupla-duplát átlagul ugye Diki személyében, egy olyan center, aki tényleg nem hagyja élni az ellenfelet. Barnett, most ő csinált éppen dupla-duplát, szintén bármikor hozzá tud tenni akár 10 lepattanót is a maga 10-20 pontjához, és hát ott van Chambers, aki pedig egészen extra dolgokra képes volt, hogy 16 gólpasszt osztott ki egy mérkőzésen, vagy éppen szórt 30-valahány pontot. Míg a Falkót, ha megnézem, akkor az egyszem per Zolit, ha kivennénk ebből a csapatból, és nem kívánom nekik, hogy ki kelljen venniük, nem tudom, hogy van-e stabilan, hosszan elnyúltva ennyire extrán teljesítő külföldiük vagy magyaruk, viszont nyilván egységként, csapatjátékként nagyon jók, de talán ebben érzek esélyt, hogy egyénileg több extra van az Alba jelenlegi keretében, ami talán kijöhet, hogyha mondjuk Per Zolinak egyszer egy gyengébb meccse van. Én is azt gondolom, hogy a Per szerepe nagyon fontos. Ha ő végre egyszer gyengén játszana az Alba ellen, ami nem nagyon szokott előfordulni, az alapjában véve meghatározza az ő játékukat, és tényleg hosszú a kispadjuk, jó játékosok, de valóban, ha Per nincs, sérült, vagy nem játszik, vagy nem jól játszik, akkor ez egy sebezhető Falkó, mert a többi játékos is tényleg jó, de nincs olyan nyerő játékos közöttük, mint a Per, aki tényleg el tud dönteni meccseket, és az Alba ellen szeret is nagyon eldönteni meccseket. Jó, hát egyébként abszolút nem kérdőjelezem meg az ő erejüket, Keller Ákos személyében a magyar mezőnyben kiemelkedő védőjük van, vannak azért minden poszton nagyon jó játékosaik, tehát vannak, tényleg jobb a Falkó, vagy erősebb az állománya, de hát most itt a kupára visszatérve tényleg akkor mikor, ha nem most, kérd meg, légy szíves a Lacit, hogy te írhass a beharangozót a mérkőzésről. Ugye a jövő héten játszik a két csapat, és aztán majd valamikor áprilisban lesz a kupa döntő. Hát ami pedig a bajnoki esélyeket illeti, én úgy érzem, hogy reálisan ennek a két csapatnak kellene játszani a döntőt, aztán majd kiderül, hogy addig még mik történnek, meg hogy lélektanilag hogy alakulnak a dolgok. A Falkónak a Bajnokok Ligája szereplése párhuzamosan itthon volt ugye egy botlása, de miután minket megvert, kéne még, hogy legyen ahhoz, hogy reális esély legyen mondjuk az alapszakasz első helyére. Nem tudom, hogy ez valójában így lehet-e. Aztán egy rájátszásnál meg úgyis az jön, hogy ott meg a gyengébbnek tartott csapat ellen sem lehet biztosra menni. Igen, meg az lesz a kérdés, hogy ugye a Falkonál inkább az a bő keret, ha azt veszük, akkor a kulcsembereknek sokkal kevesebb játékpercük van, tehát a formájuk ingadozóbb lehet, vagy nem lehet olyan kiegyensúlyozott. Szóval még ebbe is bízhat kicsit az Alba, hogy a túl sok jó játékos az nem biztos, hogy mindig előny. Így van, hát meglátjuk minden esetre, izgalmasan alakulnak az események ebben a matárgyal két sportágban is, hiszen a hokisok is folytatják majd ugye az Ice League-ben, az Alba pedig a Kecskemétet fogadja a hétvégén, régi, kedves ismerősünk és minden fehérvári szurkoló személyes barátja Stojan Ivkovics érkezik, én már ismét kispadon ülve. Kicsit sajnálom, hogy én nem leszek itthon, mert mindig nagyon kedvelem, amikor találkozhatok vele személyesen, és láthatom a műsort, az egy plusz show elem azért a kosárlabdában, amikor Ivkovics itt lesz, úgyhogy menjenek is sokan és nézzék a meccseket, mi pedig legközelebb akkor majd tárgyaljuk a ma nem tárgyalt sportágokat is, természetesen is minden érdekességet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a kedves nézőknek, hallgatóknak pedig a figyelmet, viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.